Na sziasztok, vadak! Egy újabb szerelgetős videó, már amennyire ez szerelésnek lehet nevezni, inkább szépészeti beavatkozás. Minden gépemhez megrendeltem a nagyobb röngtámaszt. Hát ugye, mert a 390-nek már lebasztam a festéket a olajtankról. Igaz van. Na most annyi szépséghibája van a történetnek, hogy amikor megrendeltem ezeket a nagyobb röngtámaszokat, természetesen ugye úgy küldték, hogy belülre a nagyot küldték, kívülre meg a kicsit. Most várni kellett, hogy kicseréljék a két külsőt. Hát egy meg is érkezett belőle. Hát mindegy, most ezt felszerelem, meg a másik gépemre a belsőt. Plusz az 562-re is megjött a röngtámasz, azt is felszereljük. És akkor lesz egy kis mokkolás, mert elvileg az 562-esnek a gyári röngtámasza az jó az 550 XP-re, mert ugye az 550 XP-re elvileg gyárilag nincsen nagyobb röngtámasz, ezért az 562-nek a nagyobb röngtámaszát, a gyáriát fogja megkapni. Annyi a lényeg, hogy a luktávolságban van körülbelül olyan 1 mm talán, és azt kell kireszelni. Na, hát az első paciens a 390-es lesz. Mindjárt csinálok egy kis rendet itt. Aztán nekiessünk. Közben meg azért majd lesz egy másik videó is. Ugye nem bírtam a véremmel, és múltkor vendégségben voltam a Gyurinál, és nagyon megtetszett a 395 XP. Hát, vettem egyet. Majd arról is készül videó, és akkor majd azt is felteszem. Egyelőre ezekről lesz fönn videó, hogyan tuningolunk, és hogy lesz szépészeti beavatkozás. Na szóval így állunk, hopp, szerszámok. Még hozzá, azt hiszem talán ez kell hozzá. Nem ez vagy. Na, jön le a gyári, még ez is meg, de jó, ismerem. Szóval, ja, nem tudjuk először eltávolítani, mert ezen hogy van? Igen, ezen is így van. Jó. Ugye a custom made a házi távtartókat először eltávolítom. Nem tudom, hogy mennyire látszik. De így csinálom. Kell egy csillagcsavarhúzó. A terelőlemez sajnos a régebbi gépeknél le kell venni, mert az alsó csavar nem fér ki. Úgy. Most ennek a röntgtámasz csavarjai. Na, szóval, marha jó volt az a 395. Ugye én a legelején azt akartam venni, csak engem zavart, ugye, hogy a 395 az brazil. De ugye mindenki mondta, hogy egy hülye vagyok. Tényleg egy rohadt jó gép, de azért, ahogy néztem, hogy
azért van a műanyag dekliken, azért van sorja szépen. Szóval azért... Értem én, hogy huszkorna, meg értem én, hogy brazil, de azért ott van baj. Nézzétek meg, itt még fém a olajzócső. Na nézzük, ezt el kell távolítani olyan, hogy adtak hozzá, mindegy. Itt a belső röngtámasz, két csavar. Szépen fölkerül. Csak jobb lesz. Már amennyit én vágok vele, igazából én csak így bohockodok ezekkel a gépekkel, de hát más vedeli az alkoholt, vagy drogozik, vagy kurvázik. Én fűrész ezek. Levileg, hogy néztem, gyárilag ezek menetrögzítővel fixálva vannak. Ezt elfelejtettem hozahozni a műhelyből. Hát most ez menetrögzítő nélkül lesz felszerelve. Na, megkapja az egyik visszacsapásgátlót. Ez milyen 8-as. Ez így néz ki. Próbálja ez, úgy látom, de hát ezt is meg kell csinálni. Megy vissza a terelőlemez. Csavarja. Úgy. És akkor elvileg a külső láncdeklire megy föl a külső. Persze a csomagban nem volt benne a kis csavar, ami ide való. Szóval ez így tök buli. De. Így. És akkor ez így néz ki. Hát igen, azért így nem fog itt megsérülni, mint nekem itt is megsérült. Meg ugye az olajtank is eléggé jól néz ki, egy pár helyen már levertem róla a festéket. Reméljük, hogy így nem kap több sérülést, és megmarad jó állapotban nekem. Na, megy vissza a lánc. Tuning távtartókat vissza kell rakni. Na, ezzel mindig szoktam szenvedni, mert valamit benéztem, mert amikor megvettem rá ezt a sugiharalapot,
Ugye ez 63-as azt hiszem talán. És ugye én arra 84 szemes láncot vettem. És az így eléggé karcsú. Eléggé szopatos fölrakni, tehát ez van. Majd egy pár szemmel nagyobbat kéne rá csinálnom. Láncolom. Ez így eléggé nehezen megy föl. Ráadásul úgy, hogy a kezéssel van csúszva. Tartó. Faszomban mit szopok ezzel mindig. Nem raktam fel a tártartót. Hát gyerekek, nem. Nem fog fölmenni soha. Házi távtartó az nem igazán adja könnyen magát. De hát amennyit én vágok vele, az nekem még így is jó. Házi távtartóval. Nagyon a külső. Hopp, fordítva. Látszik valamennyire, lehet, hogy sem ennyire. De most csak arra, hogy bemutassam arra. Tök jó. Na, hát ez ilyen. Hát ez ennyi. Na, szóval ez volt a 390-ra nagy röngtámasz felszerelése. Sziasztok!